Egy színházi előadás olyan, mint a tenger, attól izgalmas és megismételhetetlen, hogy állandóan mozgásban van és változásban. Ez a gondolat mai vendégünktől való, aki szerint a szakma legalapvetőbb feltétele az Istentől való tehetség. Lássuk, hogy kivel várjuk Önöket. Mécskároly a nemzetművész címmel kitüntetett, kosút és Jászai Mari díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész a budapesti Toldi Gimnáziumban, majd Rózsa-Hegyi Kálmán Színiiskolájában kezdte tanulmányait. 1961-ben Simon Zsuzsa osztályában végzett, a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Már 1958-tól szerepelt a Nemzeti Színházban, 1960-tól a Petőfi Színházban, majd a Szegedi Nemzeti Színházban játszott, ahova Szendrő József szerződtette. 1963-tól Keres Emil és Kazimir Károly hívására a Tália, majd az Arizona Színház és a Művész Színház tagja volt. Később a Budaörsi játékszínben rendezőként is kipróbálhatta magát, emellett a Karinti Színházban, a Nemzeti Színházban, a Magyar Állami Operaházban, valamint a Szolnoki Szigligeti Színházban is szerepelt. Pályafutása során mintegy 150 darabban lépett színpadra. A magyar nyelv mellett németül és franciául is játszott. Számos tévé és mozifilmben szerepelt, többek között olyan legendás alkotásokban, mint a Noszti fiú esete Tóth Marival, az Esős vasárnap, a Kőszívű ember fiai, vagy a 80 huszár. Ma is gyógyítok. Orvos vagyok. Sokat szinkronizált, többek között Marcello Mastroianni, Paul Newman és Michael Caine is az ő hangján szólalt meg magyarul. A stúdióban köszöntöm Mécs Károlyt, jó estét kívánom. Ma ünnepli 84. születésnapját, Isten éltesse sokáig. Nagyon szépen, Kezdjük köszönöm. ezzel, és menjünk most a legelejére, rögtön a beszélgetésünk elején, hogy hogyan is indult. Hát ez mindig baj egy családban, hogyha valaki színész lesz, mert főként a jobb családokban arra szoktak szólni valamit, de nem is így kezdődött a dolog, ha jól tudom, hiszen először orvos és könyvtáros szeretett volna lenni. Igen, hát ez ez az 50-es években volt, és az 50-es években nagyon megválogatták, hogy ki az, akit származása miatt Igen. beengednek az egyetemre, és mind a két helyről átmeneti elutasításban részesültem. Mert hogy milyen család állt a háttérben? Ez egyszerű polgári család, nincs ebben semmi, semmi különleges, egy darab kutyabőrünk nem volt semmi. Tisztviselők és pedagógusok voltak a, a, a szüleim, illetőleg a nagyszüleim, és valahogy úgy evidencián kívül kerültem. De őszintén szólva, fölhasználtam ezt az időt arra, hogy szakmákat szerezzek és végül is öt szakmát sikerült összegyűjtenem két <laughs> Melyek év alatt. Mely ez, az ez az az minden, minden a nyomdával kapcsolatos, tehát, tehát a reprofénképezéstől kezdve egészen a rotaprint gépmesterig és a, a különböző lemezkészítések, szóval nagyon sok mindent tanultam. Ezek létező szakmák? Ma, ma már nem, ma már, ma már nem a reprofénképezés talán igen, de az sem így, hát igen. most már valószínűleg igen, elektronikus ami még egy ilyen hat méteres hatalmas muzeális értékű, vedd le a sapkát, rakd a sapkát dologgal készítettük a reprodukciós felvételeket, de minden esetre nagyon izgalmas és érdekes volt, mert én az iparban nem igen dolgoztam, hiszen indítatásomnál fogva igyekeztem diákkoromban inkább a, a, az egészségügy felé orientálódni, és ott próbáltam Hot. valahogy tért nyerni, de hát ez a lépcsőmosásnál túl nem igen jutott, mert ugye de ez érdekes, másra nem, old, nem, de Ez érdekes dolog egyébként, az orvosi szakmai iránti érdeklődés és a, az irodalom iránti, ez sokszor a tizenéves korban össze szokott függni, az én tapasztalatom szerint. Aztán a könyvtárosból hogyan lesz a nyomdász, illetve a grafikus, az már evidensebb dolog, igaz? Hát igen, ezek, de ezek mind csupa véletlen, az egész, az egész élet tulajdonképpen a véletlenek sorozatára van fölépítve, hogy ott kaptam állást uh -huh. az érettségi után, amikor ott tengtem-lengtem, és hát a celtis gyűjtéstől kezdve a Babaj festésig mindennel foglalkoztam, uh -huh. és akkor ott kaptam egy állást, egy műszaki ügyintéző kettőt, az egy nagyon fontos beosztás volt. De minden esetre pénzkeresetem volt, és tanultam, és én boldogan tanultam, engem érdekelt minden, ami, ami, ami eddig kívül esett körömön, és így aztán jól éreztem magam ebben a státuszban, ebben a munkakörben, és hát a később is közben folyamatosan felvételiztem a főiskolára is, mert az is érdekelt, ennek pedig az volt az alapja, hogy egy, volt egy csodálatos magyar tanárom, kis Istvánnak hívták, és amikor a Toldi Gimnázium száz éves lett, akkor én már öreg diák voltam, akkor azt akarta, hogy játszam el a, a magyarosításért küzdő tanár szerepét, én ezt a szerepet nem szerettem, mert ez nagyon-nagyon pozitív szerep volt, de volt benne egy nagyon ronda. Német tanár, akit egy vörös parókával megoldottam, és lettem a német tanár. Rettenetesen jól éreztem magam ebben az intrikus szerepben. De ez megmaradt egyébként az életébe, tehát szereti azt, hogyha nem kell nagyon pozitívnak lenni, mert egyébként a pályafutása nagyon sokszor nagyon pozitív. Igen, igen, hát valószínűleg ez alkati kérdés is. Uh -huh. Besenyei Ferenc mondta annak idején, hogy valami borzalmas, hogy évtizedeken keresztül mindig jónak, erősnek és bátornak kell lenni. Az, az, az intrikusság, hát szemed a jellem jellemszerepek, azok általában gazdagabban árnyalhatóak, uh -huh. és, és kevésbé, kevésbé kötöttek, uh -huh. úgyhogy az, az, az mindig egy kicsikét olyan csemege. Azt nagyon, nagyon szívesen csináltam. Szóval tulajdonképpen a magyar tanára világított arra rá, hogy színészi tehetsége van. Lehet ezt mondani? Átlátja magát az ember? Szeretett, értem. és a barátommal, Polgár Józseffel, aki aztán később orvos, orvos lett, cseréltünk szerepet, és akkor így alakult ki ez a mónban ez a csodálatos előadás, és akkor édesapámat kérdeztem, hogy hát mégis lát-e bennem valamit? Hát azt mondja kukac vagy tehetség, valami mozog, próbáld meg. <laughs> és akkor így kezdtem el a főiskolára felvételizni, illetőleg először elmentem a Rózsa Egyik elme színés stúdióba. Igen. Ott ö, nagyon érdekes tapasztalatokat szereztem, és ö, ezzel felvértezve, amikor már tudtam azt, hogy nagyjából mit nem lehet csinálni, akkor valamennyire fölvértezve ezzel elmentem is a főiskolán, akkor először az elsőn, vágtak ki, aztán a másodikon. Na, de közben jött 56 is, ugye? Hát ez 56-ban volt már a második, Igen. és akkor 57-ben teljesen simán fölvettek, és el is végeztem a főiskolát. Na, de a... mi történt 56-ban? Mert mindenkivel történt valami, hát aki akkor már 56-ban ugye én a 9. kerületben dolgoztam, és ö, ö, egy ez egy olyan... Kísérleti műhely volt, ahol a régi mérnököket, használható, de eldugni kívánt mérnököket összegyűjtötték. Uh -huh. Tehát tulajdonképpen az egész gyártmányfejlesztés ennek a kis csoportnak a kezében volt, akik ö, fantasztikus ö, tudói voltak a laboratóriumi felszerelések szakmájának. És én ide kerültem be, és ennek volt egy nyomdarészlege, meg egy reprodukciós részlege, akkor volt egy újság, amit én rajzoltam és szerkesztettem, illetőleg hát hetenként kétszer kellett megjelennie, kétszer A4-es oldalon, és ez volt, ez volt, a feladatom. És közben nagyon jó barátságba lettem a főnökömmel, és aztán 56-ban, amikor kiürült tulajdonképpen az egész kísérleti üzem, mert mindenki elment, az összes munkás, aki aki, hát ezek univerzálisan képzett szakemberek voltak, ezek egy hét múlva már a Siemensnél dolgoztak Hollandiában. Na de önnek is volt egy állás lehetősége Salzburgban. Volt, hát, igen, a... de nem, nem, szóval odáig jutottam el, hogy fölszálltam a déli vasúton a vonatjegyel a zsebemben, hogy én most akkor elmegyek Ausztriába, és mondtam, bútor tervezek, meg én nem tudom, mi minden fogok csinálni, és nagyon szép fizetést is ígértek, és aztán hátra néztem, és megláttam a János hegyet, alatta Tudtam, hogy hol lakunk, ott vannak a szüleim, a testvérem, a barátaim, minden. Nem mondom, én nem megyek. Szépen visszaváltottam a jegyet, bementem a Déli megittam valamit, talán egy rumot, nem tudom, és hazamentem. És ebben én részemről a, a külföldi sétát be is fejeztem. Uh -huh. És aztán, ugye, az 56-ban akkor nagyon sokat dolgoztam a János Kórházban, mert közel volt hozzánk, és segítettem ott. És aztán a novemberi ö, események után a főnökömmel ö, egy nagyon fontos és érdekes feladatot teljesítettünk, orosz nyelvű igazolványokat uh -huh. gyártottunk. Uh -huh. Ő kiválóan beszélt oroszul, miután hadifogságban volt, és ezzel ö, jó néhány embernek a menekülését azt hiszem sikerült biztosítani. Én Erről ő szegény már nem élt, és én erről a cselekedetünkről 60 évig mélységesen hallgattam. Senki nem tudott rólam még a szüleim sem. Hát ez nem lehetett könnyű. Nem volt könnyű, és azért az apszám ott volt, mert uh -huh. hát nem lehetett tudni, de elég óvatosak voltunk, és elég elővigyázatosak. Úgyhogy sikerült ezt megúszni, és tulajdonképpen a főnökömnek a diszidálásával rólam le is jött a teher. És aztán ugye felveszik a főiskolára, és már Igen. másodévesként, hát fantasztikus kezdése nemzetiben játszhat, pástilajos fiát alakította. Ezt kérdezném, hogy hogyan látja magát olyankor az ember? Tehát indult a karrierje, indult a pályája, de az ember nem biztos, hogy tudja olyankor még, hogy hol van. Tudta-e? Tudtam. Igen. Nagyon tudtam, hogy ott vagyok, mert <laughs> én színházba járó gyerek voltam világéletemben, és a nemzetit azt különösen szerettem. <laughs> Básti egyik bálványom volt, ugyanakkor ő a főiskolai tanár lévén, mert gyakran találkoztam vele, mert a másik osztálynak volt a beszédtanára, én Gáti Józsefnál tanultam, és hál' Istennek mind a négy évet együtt töltöttük, és Várkonyi megszabaltatta az évfolyamot, keresett egy fiatal egyetemistát, aki benne van az 56 os dolgokban. Igen. Hát erről is szólt ez a darab, és megszavaltatta az évfolyamot, és rám esett a választás. így kerültem a nemzeti de akkor nem volt harmad év, az 56, illetve 56-os évfolyam kimaradt, Igen. akkor nem indítottak, és így kerültem én ebbe bele, és hát mondanom sem kell, hogy a mámor az, 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 az egy, az egy törpejelző ahhoz képest, amit én akkor éreztem, hogy azok között a csodálatos emberek között játszhattam, mint Somogyi Erzsi. Hát ma már a nevét nem tudják, ez, ez, a, ez a borzalmas ebben az egész szakmában, hogy ilyen csodálatos színész egyéniségek és óriások, mint a, igen. Mint a Somogyi Erzsi. Sokan hogy, már nem tudják, nem igen, ismerik Lukács ezeket Magyit, a neveket. Básti Lajos, Besenyei Ferenc, akkor hát Kálmán György, mondjam, mondjam az élvonalat, ez mindebben a darabban játszott és és ott ismerkedtem meg velük, és hát az ájúdoztam a megtiszteltetéstől, egyáltalán végszót kapok tőlük. Uh -huh. És nagyon, nagyon kedvesen, nagyon tapintatosan vezetgettek, básti úgy iskolázott engem minden előadáson, hogy jobban nem is kell, úgyhogy ha valakinek mege, azt akarja, hogy megerősödjön az orgánuma, hát az a nemzetibe kezdje legalábbis ilyen bölények mellett. Most a filmekről is beszéljünk majd, folytatjuk, most Halász Judit, Kossuth Díjas ö, folytatjuk a műsorunkat, aki élete első film szerepében az Esős vasárnap című alkotásban rögtön együtt játszott Mécs Károlyjal. Íme! Ő végzős volt, én meg elsős, de én nem tudtam róla, hogy ő főiskolára jár, de egyik este az akkori Petőfi Színházban, ami a mostani Itália, ott nagyon jó előadások voltak, és én jóformán mindegyiket megnéztem. És az egyik szivárvány, völgy, azt hiszem, az volt a címe, már a szerzőkre nem emlékszem. valahogy az első sorba kaptam jegyet, oda, oda ültettek engem be, mint főiskolást. És úgy néztem végig, és én, ha nekem tetszik egy előadás, hogy valamit szeretek, akkor én úgy, úgy érzem, hogy én is bekerülhetek ott abba az eseménybe, ami a színpadon folyik és én tátott szájjal néztem végig az előadást, amiben a Mécs Karcsi volt a főszereplő. És hát a Karcsi az egy gyönyörű fiatal ember volt, ma is gyönyörű fiatal ember, ezt kell, hogy mondjam, és ez ez, 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 fantasztikus, mert nagyon ritka, hogy valaki ennyire nem változik, mint ahogy a Karcsi nem változott az évtizedek folyamán. És én csak néztem tátott szájjal, tehát megnéztem, hogy hogy hívják ezt a srácot, oda volt írva a színlapra, hogy Mécskár, hogy mondtam, pff, és az is oda volt írva, hogy FH, ami azt jelentett a főiskolai aggat. Én nem ismertem a negyedéveseket, mert azok már nem nagyon jártak be órákra, csak a vizsgálőadásokra próbáltak. És másnap mentem a, fő, a, a, a főiskolám föl a lépcsőn, négy emelet volt, mi a negyediken voltunk, és azt hiszem, rossz volt a lift, és lépcsőn mentem, és jött velem szembe a mécs Karcsi, hát elájultam, ő is elájult, mert a színész az első sorban ülőket néha látja, és ott elterjedt, hogy van egy kis csaj, aki tátott szájjal, és hatalmas szemekkel nézi az egész elődet, milyen aranyos, <laughs> és így ismerkedtünk össze a karcsi, hogy a karcsi meg, te volt, -e, te főiskolás vagy, ne viccelj, már mondta, és így ismerkedtünk össze. Aztán a következő találkozásunk az már az esős vasárnap forgatása alatt volt, ahol ugyan nem volt a partnerem, de hát a a forgatáson sokszor összetalálkoztunk és összejöttünk. Mi négy lány voltunk az osztályból, akik játszottunk a filmben, és nem volt ugyan a partnerem, de a másik osztálytársnőmnek partnere volt, és ezért Hát eh, vagy sokat, vagy eh, vagy szóval vagy jó viszonyban, jó barátságba viszonyba, kerültünk egymással. És aztán már teltek az évek, és ahányszor találkoztam, mindig ugyanazzal a kedves, aranyos, mosolygós, és igazán szívélyes emberrel találkoztam, ami, ami ritkaság, nem csak ma, régen is ritkaság volt, és az emberekben ritkaság, hogy valaki kedves, mosolygós és szeretetteli. Hát azt hiszem, hogy nem csak Halász Judit fedezte fel, hanem a filmesek nagyon hamar odafigyeltek a karakterére, és a, a, kor hőszerelmes típusát kezdte alakítani. Ez először egy skatujának tűnt, vagy pedig büszke volt rá, vagy hogyan érezte, hogy, hogy nagyon egy sikra terelték? Vagy inkább jó dolog volt ez pozitív? Rettenetesen pozitív volt, Aha. mit mondjak. <laughs> nagyon érdekes dolog, hogy Hát Juditkának külön köszönöm ezt a kedves emlékezést, és főleg azt, hogy ilyen, ilyen, ilyen csodálatos memóriája van, még a, még a, 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 Szivárvány völgyre is emlékszik, 1960-61-ben volt, hát ez már borzasztó régen. Gyakorlatilag az volt az első musical bemutató Magyarországon színetel rendezésében. Illetőleg nem ő rendezte, csak az ő színházában volt. Na, Kurzungut, ez, egy, ez egy csodálatos kis csapat volt, és ő... Hát azóta a nemzet legjobb színésznői onnan kerültek ki, ugye Béres Ica, Halász Jutka és, és, és Tordai Teri, hát az, az félelmetes, hogy gyönyörű, gyönyörű lányok voltak, és tehetségesek voltak, és kedvesek voltak, és nagyon-nagyon jóba voltunk, és szegény Polonyi Gyöngyi, aki a partnerem uh -huh. volt, és aki a már sajnos nincs az élők sorában. No, mindegy, ezt muszáj volt beleszőnöm, mert reagálnom kellett Juditkára. Szóval az, hogy engem, ö, ö, hogy mondjam, csak ilyen ö, ö, hősnek neveztek ki, vagy antihősnek, mert ugye a Noszti az nem egy hős, az egy antihős kifejezetten, és ö, ö, ez, egy, ez, egy, ez egy szerencsés véletlen volt, nem tudom, talán akkor, akkor éppen nem volt ö, erre a figurára megfelelő színész, vagy, vagy, vagy éppen ö, nem, nem volt nem volt a placon, mert éppen valahol máshol volt, és nagyon, nagyon furcsa volt az egész dolog, mert, 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 elég sok próbafelvétel volt, és elég sok macera volt ezzel kapcsolatban, még végül is azt hiszem a Réger Bandi, aki akkoriban az egyik legjobb standfotósa volt a magyar filmgyártásnak, kivitt a napra és csinált rólam egy felvételt egy katona kalapban, egy katona csákóban, és ebbe a képbe szeretett bele aztán a Gertler, uh -huh. a Gertler Viktor, aki hát ugye egyike volt az, az akkori legpatinásabb és legnagyszerűbb rendezőknek, nagyon sok jó film fűződik a nevéhez, és akkor ő választott ki. Uh -huh. És attól kezdve aztán megindult a, megindult a kínzás, mert ugye a, a, egy, egy színész arca soha nem olyan, ami erre a rendező megálmodja. Evégből a hajtépéstől kezdve a ragasztott bajuszig minden, és ami hát eléggé befolyásolja az ember, de ugyanakkor én éreztem, én nagy mixát rajongó voltam világéletemben, én éreztem, hogy ez a... Ez a, ez, ez a Noszti az azért, ez, ez, ez nekem nem közömbös, és nagyon szerettem a szerepet. Hát olyan édesapám volt, mint Urai Tivadar, mit mondhatok erre? Mezei Mária. A legjobbakkal, legjobbakkal ismerkedtem, és, és, és játszhattam együtt és nagyszerű Petényicával, aki évfolyam volt a főiskolán. Kitűnő színészek voltak volna. Remek színészek Sokan voltak. emlékezhetünk Igen, erre a filmre Igen, is, de aztán Igen. jött a kőszívű ember fiai, és jött Várkonyi Zoltán, aki azt hiszem, hogy azért nagyon nagyban befolyásolta, vagy legalábbis hatott a pályájára. A várkonyi tulajdonképpen a pályám legszebb éveit köszönhetem, és a, a legtöbb, legtöbb indítatást tőle származik. Uh -huh. a színház indítatás már eleve ad, tehát amikor a nemzetibe kerültem, ott Várkonyi volt a Igen, rendező. Igen. És a kőszívő ember fiaiban is, ugye hárman, a Tordi Géza, Bicskei Tibi, meg én játszottuk a három fiút, és, és ő, megbízott bennem, és én azt borzasztóan, borzasztóan örültem annak, hogy, hogy, a, hogy én a Várkonyi, 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 stábjához tartozhattam, sokat tanultam tőle. És tulajdonképpen Egyetlenül iskolázott onnan, ő is. Bocsássom meg, hogy közben vágtam, de csak eszembe jutott, Igen. hogy onnan ered tulajdonképpen a polgári színház iránti vonzalma, vagy elkötelezettsége is? Várkonyiból jön ez a mai napig? Is. És, mindenféleképpen. Tudni, az a, az a játékstílus, ami akkoriban a Nemzeti Színházban és általában a színházakban uralkodott, az mindig tiszteletben tartotta a darabot és a, az író mondani valóját, tehát a szándékát. Nem akart belemagyarázni különösebb dolgokat. Tehát azt kellett eljátszani, ami ott le van írva, illetőleg, ahogy mi ezt értékeltük. És nem is ért de... egyet avval, hogy manapság például átírják a darabokat, erősen meghúzzák, például máskorba helyezik, nem, nem szereti de... ezt? Nem, nem, nem és szeretem. És miért? Nem szeretem azért, mert minden kornak megvan a maga mondani valója, megvan a maga játékstílusa, megvan a maga tábora, amihez, akihez szól a darab, és hogyha én... Olyan darabot akarok bemutatni, amelynek a mondani valója ezzel nem tökéletesen egyezik, akkor ne ezt a darabot mutassam be, hanem mutassak be egy másikat, vagy hozzak létre, írassak egy olyan darabot, ami az én szándékaimnak megfelel. De teljesen, én, én merényletnek tartom azt, amikor klasszikusokat átírnak úgynevezett új fordításokat találnak ki, és akkor telerakják olyan kifejezéssel és olyan mondatokkal, amelyek attól a kortól idegenek. Na most általában az igazi klasszikus darabok azok, azoknak a, a, a mondani valója örökérvényű. Tehát olyan emberi és olyan társadalmi szituációkról szólnak, amelyek hát, periódikusan ismétlődnek az emberi Igen. társadalomban és az emberek életében. És hogyha én azt úgy eljátszom, tehát mondjuk a fösvényt úgy eljátszom, hogy a fösvényt el kell játszani, hogy azt Molière megírta, akkor ugyanazt az élményt kapom, mint hogyha egy mai figuráról írnám meg a fösvényt. Na de ugye az is a baj mostanában, vagy nem tudom, hogy baj-e, vagy mi a vélemény erről, hogy a színész, mint hogyha háttérbe szorulna, nagyon erősen előtérbe kerültek a látványosságok, az, szinte már az akrobata mutatványok szintjéig. Igen akárha gondolunk erre is. Tehát uh, egyik ez. A másik az, hogy mintha nem annyira uh, lenne jó a, a beszédtechnikájuk se a mai uh, színészeknek vagy a fiataloknak. Régen nagyobb hangsúlyt helyeztek erre, igaz? Igen, uh, igen. Mindent kellett minden... tudni igen, a színésznek. Igen, de hát a főiskolai oktatásnak egyik sarkalatos pontja volt, hogy mindenkit, aki ott végzett, az megtanult beszélni. Uh -huh. Aztán a későbbiek folyamán a színházakban ezt lehetett pallérozni, sőt, alkalmazni és, és adaptálni arra a színpadra, Igen. vagy arra a társulatra, de semmi esetre sem, szóval egyszerűen elképzelhetetlen számomra, hogy egy színdarabból a verbális rész kimaradjon. Igen. Na most, hogyha a, a színész dikciója nem olyan plastikus, hogy a közönség megértse, akkor már gyakorlatilag féllábú lesz a színpad, és féllábú fél lesz az előadás. Mert csak valami látvány van, jönnek, mennek, teszik, veszik, aztán végén függöny. És miről szólt? Mit tetszett mondani? Nem értem. És sajnos ez gyakran, gyakran előfordul, és egyre gyakrabban előfordul. Most érzek valamiféle, hogy mondjam, csak igyekezetet arra, hogy az embereket tanítsuk meg szépen magyarul beszélni, de közben irgalmatlanul felgyorsult a tempó. Igen, ez kétségtelen, és a, mindenki mondja is. Igen, igen. És, a, és a, felgyorsulásnak alapvetően az a, az a, következménye, hogy elharapják a szavakat, elhadarják a szavakat. Egy három e betűből álló szó kimondása az már el lesz, ez lesz, és a végén pedig villám gyorsan föléneklik a mondat véget, ami abból a, abból a szándékból indul el, hogy senki se szereti, hogyha más beszél. Tehát gyakorlatilag a, az életben, és erre, ez a, erre, erre a riport, ebben a riporterek is lúdasak, egyszerűen a saját gondolataikat akarják közölni, és tulajdonképpen elég gyakran előfordul az, hogy azt érzem egy rádió riportban, hogy nem a a, a riport alany gondolata kívánc, az, ami, 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 ami fontos, hanem az, hogy én elmondjam a riport alanynak azt, hogy én mit szeretnék mondani. Igen, igen, ez gyakori valóban. Hát igen, most viszont egy régi pályatársal folytatjuk, ő következik, aki biztos, hogy értelmesen beszél, és lehet érteni Jö. a szavát, és aki partnerként és rendezőként is találkozott Mécskáróljal, most Szilágyi Tibor Kosudia színművésszel folytatjuk. 69 ben szerződhettet engem a Tália Színház, ami akkor Budapest egyik legkiválóbb művészszínháza volt, hát ha csak a ott lévő színészeket felsorolom, természetesen Mécs Károlyt is, de hát Latinovics Zoltántól, Dajka Margitonát, Kovács Károly, de elképesztő társulat volt. Kozák Andis, Dauta André volt előttem már egy évvel, és ott találkoztam a karcsival. Az egyik legmeghatározóbb élmény, ami nemzetközi visszhangot is keltett, ez a, a, a Fine Kalevala volt, amivel Helsinkibe is ö, jártunk, és ő például az egyik hős szerepet játszotta benne, a Kajnent, és én Keres Emil kollégámmal együtt ö, két fatőkén ültünk, és meséltük a történetet, mi voltunk a beszélők. Tehát én ezer előadást végignéztem ebből. A benyomásom, az egyik legszebben beszélő magyar színészről beszélünk, egy kiváló alkattal. Ebben van közös vonásunk, nem csak, hogy talán én is elég elfogadhatóan beszélek, hanem a művészi beszéd tanárunk az a Gáti József volt, Súlyok Mária mellett. Ezek óriási előadó művész volt a Gáti József akinél nem létezett egy hangsúlyt téveszteni, vagy egyebek, és hát ezer verset tanultunk meg, és azokat le is írtuk, és az én generációm, Mécs Károly generációja, pláne mi elétesznek egy szöveget, akkor nem bakizik a kollégám miért bakizol, mondom a kolléga, Tudod, miért bakizol? Mert nem látod a sor mintától, nem látod a hangsúlyokat. Mert nálam látsz valamiért, hogy itt leveszek levegőt, stb. Szóval Mécs az egyik legszebben beszélő magyar színészek egyikek, nagyon-nagyon szerettük egymást, értékeltük és értékeljük a mai napig, és örülök neki, hogy most róla is készül egy, 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 egy portréfilm, hogy így mondjam. Nagyon jó egészséget kívánok neki, és meg is néztem, mikor ide jöttem, hogy most január 10-én lesz, nem kerek, de nagyon szép számú születésnapja, úgyhogy Isten éltesse, Isten éltesen, Karcsi, jó erőben, egészségben, Ilyen fantasztikus alkattal, munkaképességgel és gyönyörű beszéddel, amivel példát mutatsz az egész szakmának. Szevasz! Hát erre Köszönöm reagálni TV. kell. Köszönöm szépen, Tibor. Legyen alkalmunk még többször is beszélni. Na most, ami azt illeti, hogy a beszédnél maradunk egy kicsit, és a beszédtechnikánál, szinkronizálni is nagyon szeret. Szeretem mindig. Nem mindig. Tem, tem, tem. Nyugodtan mondhatom, múlt időben. Azt hiszem, több mint 30 évet töltöttem el szinkron Igen. és rendkívül sok ö, ö, nagy színészt ö, sikerült ö, szinkronizálnom, és akkoriban még a szinkron munka lényegesen igényesebb volt, mint ma. Tehát mi előtte megnéztük a filmet, megbeszéltük a filmet, és utána ö, tekercsekre bontva, külön vetítették, majd uh -huh. elvették a hangot, és akkor... Ez szóval nem rámad. úgy volt, hogy valaki beesett a szinkronba... És, Tehát már ne, és nem fülhallgatóval dolgoztunk, Igen. így aztán a dikció elevenné vált, mert a mai ö, szinkronok között ö, a legtöbbjében érzem azt, hogy megy alatta az angol szöveg. A hanghordozásból. Uh -huh. Uh -huh. Tehát a hangkarakter az az, ami a színészé, de ugyanakkor a hanghordozás és az egész kifejezési forma módosul. Akkoriban ez nem volt. Amikor Béres illonával megcsináltuk a. Jézus Várom, jó volt a cím, egy nagyon jó film volt. Ketten voltunk összetett. Ez egy különleges hang. Csodálatos Igen. hang és egy csodálatos színészt. Igen. És megcsináltuk a mozit, és Utána egy, kaptunk egy teljes, egy teljes élményt, aki azt a mozit megnézte, az ugyanazt vagy talán még egy kicsikét módosítva, egy kicsit jobb ö, feldolgozást kapott ö, verbálisan, mint ami az eredeti volt. Ugyanakkor nem jött le a figuráról. Uh -huh. Tehát ezek mind komoly ö, napi. 5-6 órás kemény munkák, amik, amik, amiben elkészült 20-20-30 tekercs, ma pedig száz, százával nyomják hát a hát igen, mondjuk ez a felgyorsult Tehát, felgyorsultság, már az ez is beszéltünk. Igen, tömegtermelés igen, Akkoriban ezek, ezek ilyen művészi produktumok voltak. Amelyben pedig a tehetség nagyon fontos, és igen. azt mondja ugye, hogy a tehetség Istentől való dolog. Így van. Nem indiszkréció, ugye, megkérdeznem, hogy a hit dolgával hogy áll. Köszönöm jól. <laughs> Én ugye a, az életemet a, az érseki katolikus gimnáziumban kezdtem, és aztán azt két év után megszüntették, és ö, kitettek minket az épületből, egyesítettek más gimnáziumokkal, de ott is tulajdonképpen a... a az akkori fiatalság krémével kerülhettem össze, mert ugye Mátyás Gimnázium, akkor a volt Ferenc József Gimnázium, és később pedig a Lónyai Gimnáziumos mm -hmm. növendékekkel kerültem a Toldiban már Igen. egy osztályba, és egy elég erős értelmiségi osztály volt a mienk, és az, a, a, az, az Isten hit az nálunk egyetlen pillanatig sem volt kétséges. Tehát mi hittünk abban, amiben általában hinni illik. Vagy de egy olyan hitt... rendszerben, amikor ez nem volt szabad. Hát nem, nem örültek neki, nem örültek neki, és, és jártunk mi templomba, de természetesen úgy, hogy nem vertük nagy dobra. Igen. Nem vertük nagy dobra. Egyet, egyet biztosan tudok, hogy valamennyien, akik, akik ott voltunk, Egyet mindig szem előtt tartottak, hogy van egy tíz parancsolat, amit Mózes bácsi lehozott a kőtáblán, azért van kőtáblába vésve, hogy azt tessék szíves lenni betartani. Én nem mondom azt, hogy ezek, ezek ellen a, a, a különböző parancsolatok ellen nem vétettem, vagy nem vétünk, de meg lehet ezt bánni, mert az ember végső soron, mint tudjuk, sokféléből van összetéve, van benne kicsi gonosság is, van benne kicsi jóság is, van benne megértés és van benne elutasítás, hát sok minden van, és amikor az ember valami hibát elkövet, akkor végig gondolja, ezt katolikusoknál úgy hívják, hogy lelkiismeretvizsgálat, hogy végig gondolja, hogy mit követtem el, követtem el hibát, Hát viszont követtem el hibát. Mit? Ezzel szemtelen voltam, kiméletlen voltam, butaságot mondtam, ez vonatkozik a televíziós ipartra is, és, és és ezt akkor, akkor megbánom, és ez borzasztóan bánt engem akkor. Mm -hmm. És gondolom, aki, aki ebben a szellemben nevelkedett és ebben a szellemben nőtt fel, az nem is, nem is tud másként, másként tenni. És tulajdonképpen ebből az emberi esendőségből adódik az a az a fajta örök önmagában való kételkedés, amit arzpoétikaként is megfogalmazott? Már. Igen, 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 uh -huh. igen. De azt hiszem az a színész, aki, aki kételkedik önmagában, és aki, aki, aki állandóan vívódik a küzd a, a, a küzda figurával, az az nem, az nem tud felszínes maradni, azon egyszerű oknál fogva, mert kénytelen belül megoldani dolgokat. Uh -huh. Amikor, amikor, amikor külsőségesé válik egy produkció vagy egy, vagy egy alakítás, az, az, az mindig azt bizonyítja, hogy valahol bévül vagy üresség, vagy meg nem értés van. Uh -huh. És miért nem vállalt sosem olyat, hogy mondjuk színházat igazgasson? Isten menj. Miért? annak idején, amikor a, mikor Kazimír Károly a Tália Színház vezetéséről lemondott, akkor voltak erre vonatkozó kísérletek, és volt unszolás is, és akkor én gondolkoztam a dolgon, és megnéztem a társulati névsort, és rájöttem például arra, hogy akkor egy éven belül, vagy másfél éven belül 16 kollégának kellett volna nyugdíjasztatnom. Uh -huh. 16 kollégát, 16 olyan embert, akivel én együtt éltem, együtt dolgoztam, éjjel-nappal együtt voltunk, akiket szerettem, és most mondjam neki azt, hogy hát öregem, letelt az idő, menj szépen nyugdíjba, hát a, a, bőr, a bőr lesült volna az arcomról, ez az egyik, a másik pedig. Én színésznek hiszem magam, vagy legalábbis azt szerettem volna világéletemben lenni, ha én igazgató vagyok, én abban a színházban többet nem teszem, teszem fel a lábomat a színpadra, uh -huh, mert ez az erkölcstelen. Az uh -huh. Szerintem erkölcstelen, mert én nem, magamra nem oszthatok szerepet, és nem is fogadhatom el hűzelgésképpen azokat a szerepeket, amiket Eztem. nekem nyújtanak, uh -huh. ez, 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 ez nálam kizár dolog. Tehát semmiféleképpen nem vagyok hajlandó színházat vezetni, mert ez olyan felelősség és egy olyan teljes embert igénylő munka, amely engem az eredeti választott szakmámtól elszakítana. De azért nem ítéli el azokat a színésztársait, akik vezetnek színházat, csak esetleg ők más karakterek? -e? Igen, Aztán. igen, de más alkatok, más alkatok, és legtöbb, legtöbbje, aki, aki, aki valóban igazi direktor, az nem is, nem is ócskodik a, a, a szerepek után. Előfordulhat az, hogy mit tudom én, betegség miatt be kell ugrania a valamiben. De ez, általában ez, nem. De általában nem, nem osztanak magukra szerepet, mm -hmm. és... Ez, én, ezt, én ezt nagyon helyeslem. Most egy mozgóképes alkotóval folytatjuk, András Ferenccel, aki számos filmgyári munka mellett a Japán Szalon című tévéjátékban és a Káró Katonák Még Nem Jöttek Vissza című filmben is együtt dolgozott Mécs Károlyjal. Most a Kossuth Díjas filmrendező következik. Jó filmeket is csináltunk együtt, amik hát nagyon gyümölcsözőek voltak, és, és nagyon a mai napig, most már lassan 40 évesek lesznek ezek a filmek, de nagyon-nagyon szerettem ezeket a filmeket, nagyon szerettem a karcsit, mert a karcsi abban az időben volt, vagy. 10-15 év, amikor abszolút ő volt az első számú filmsztár, magyar filmsztár, és ugyanolyan maradt most is, mint ugyanakkor aztán eljátszotta az akkori idők legdrágább, legszéles legszínesebb, legtörténelmébb, legszebb magyar filmjének az egyik főszerepét. A kőszívű ember fiaiba ő volt Baradlai Rihárd, abban az időben a szülő édesanyák Riárdnak nevezték el újszülött fiaikat, mert a Mécs Karcsi, aki mindig is Karcsi volt, olyan hihetetlen hatással volt a, a magyar nőkre, hogy a gyerekeiket, a fiaikat rihárnak nevezték el a Karcsi után. Na most, hogy már 80-on felül van, ugyanolyan Schneidig huszártiszt, és ha lehetne, és ha kellene, még mindig el tudná bármelyik huszár tisztet, huszár örnagyot, vagy századost, vagy brigadérost a mai napig el tudná játszani, és én nyugodtan rábíznám ezeket a huszár snájdig katona és férfias mécskacsis szerepeket. Ugye azt mondta András Ferenc, hogy bármelyik huszárt el tudná ma é, is jó. játszani, de fordítsuk is meg a dolgot, mert volt egy nagyon jelentős szerep, amelyben 50 évesen kellett egy 70 éves pápát alakítani. Igen, az... Az miért nehéz? De, hogy az egy, az, egy, az egy gyönyörű feladat volt. Uh -huh. Tamás István írta, a... Igen, a Pápa, a és, pápa a tászár, és a Császár című igen. darabot, és Mikó Pistával, ő volt Napóleon, remek volt. Aval, vele játszottuk, és hát elsőbb a maszkot kellett csinálni. A maszk az mindig kemény munka, ez egy kétórás maszk volt, tudnélék ez a szőrzet, ami a fejemen van, ez mindenre alkalmas, csak arra nem, hogy pával legyek. <laughs> Úgyhogy úgy, parókát kellett tenni, és ez a paróka olyan volt, tehát a kopaszparók, az, aki szakember, az pontosan tudja, hogy mennyi gitteléssel és mennyi, mennyi törődéssel és munkával jár. Hát ez egy napi, egy-másfél órás maszk volt, és akkor utána még volt egy kis előadás is, ami mondjuk... Igen, egy, egy, egy nem mellesleg. Nem, nem mellesleg, hogy el kellett játszani egy, 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 egy idős embert, de... Én nem arra fektettem a hangsúlyt. Én nem akartam idős ember lenni. Tehát nem, akar, nem akartam azt eljátszani, mert tudnék én olyat, hogy reszketek, meg nem tudom én mi fennem, meg a feje jár, meg sok mindent el lehetne, Ezt a külsőségekben Igen. lehetne igazítani a dolgom, de én, 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 én azt a pápát kerestem, aki sziklaszilárdan kitart, kitart az elvei mellett és egy ilyen világhatalmassággal szemben, mint a Napóleon, képes ellenállni még akkor is, hogyha egyénileg ez neki rendkívül kellemetlen és, és, rendkívül áldozatos. Én ezt kerestem, ezt az embert, és én azt hiszem meg is találtam. Meg is találtam, mert, 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 mert sikerült olyan szikárrá és olyan, olyan, olyan egyenes gerincűvé varázsolni, amilyennek én egy ilyen pápát elképzelek, vagy amilyen volt a magyar történelemben, hiszen uh -huh. volt nekünk egy hercegprímásunk, aki minden borzalmas kínzatás és egyebek mellett is megőrizte a gerincét és megőrizte a tartását, és egyetlen pillanatig sem retirált. Na, én valami ilyesmit képzeltem ebben a piuszban, és azt hiszem, ezt sikerült is megcsinálni, és amikor már az élete vége felé ö, szívbajjal küszködik, akkor én komolyan mondom, szívbajos voltam majd. Uh -huh. Szóval nekem, nekem akkor, nekem akkor elfú, elfúlt a leheletem, és, 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 éreztem, éreztem az oxigén hiányt. Tehát ezt, 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 hívják, ezt hívják, azt hiszem, átélésnek. Igen, és ennyire át tudja általában igen, élni a szerepei? Igen, 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 hát a színész nem normális az Ilyen trükkök, trükkökre, ha nem, trükkök, ezek sajnos ezek nagyon-nagyon nagyon kimunkált, és nagyon-nagyon és átgondolt akciók. És azt hiszem, minden olyan ö, színpadi megjelenés és megjelenítés, ami nagy hatással van a közönségre, az mind ilyen tartalommal uh -huh, létesült. Uh -huh. Tehát nem véletlen, hogy valakiből olyan színész lesz, és a másikból meg másmilyen. És hogy érzi, hogy kijátszotta már magát? mivel tölti a napjait mostanában? Hát én nem vonatkozom, nem mondanám. Két darabban még játszom a Nemzeti Színházban, amiket szívesen csinálok, és a nagyon szeretem. Tulajdonképpen, mint hogy a Nemzetiből indultam, most már öregkoromra visszatértem egy kicsit a Nemzetibe két darab erejéig, illetve hát több volt, de most már nem vállalok újabb szerepet, viszont rengeteg egyéb munkám van. Mert nekem egyik kedvencem a muzsika. Én nagyon szeretem a zenét, a klasszikus zenét különösen, és hát rengeteg jó barátom van a muzsikusok között, róla Jánostól kezdve, akivel, akivel hát testi jó barátok vagyunk. Egészen a... Záborski Kálmánik és és és, és Jandó Jenő és soroljam ezeket a nagy neveket, nagy, nagyszerű nagy embereket, akikkel, akikkel már eddig életemben dolgoztam, illetőleg most Kálmánikkal most fogok dolgozni. Irgalmatlanul izgalmas muzsikával együtt dolgozni és rettenetesen nagy kihívás, amikor amikor az ember tónusában is tudja követni a, a, a zenét, mert mert az nem tudom, hallottam -e már olyat, hogy valaki mondott egy szöveget, és akkor erre jött egy zene, és az egész úgy tűnt, hogy ő fahangon mondta. Uh -huh. Mert valahogy, valahogy úgy nem stimmeltek össze. Tehát uh -huh. az illető nem érezte meg a zenét, vagy vagy, vagy egy olyan zene került alá, ami... ami ami idegen volt attól, amilyen az ő hangja. Pedig általában azt mondják, hogy az ember, mint miként a kép és a zene közt is megtaláljuk, általában az összefüggést, hogy ha Igen. van, ha nincs, mégis olyan Igen. az emberi agy, a szöveg és a zene között is megszokott lenni. Igen, hát ahhoz fül kell. <gül> <gül> Általá, általában hallás kell hozzá, és hála Istennek, a jóisten, meg segített, és van egy kevés. Igen. Mert számomra azt hiszem az a legszebb pillanat, a, a, az életem legszebb pillanatai közé tartozik, amikor teben leül valahol, és megszólal a zene, és ez a zene úgy szólal meg, ahogy én, hogy, hogy, hogy engem is átjár. És attól a perctől kezdve számomra csak a zene van. És ez, ez, ez olyan, olyan, olyan mértékben vérpesdítő, és olyan mértékben elandalító, és minden, ami, ami, ami szép az életben, az akkor megjelenik. Vagy, 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 a keserűsége a muzsikának. Szóval hihetetlen erős, hihetetlenül erős művészi kifejezési forma, és azt hiszem, hogy ha, ha, újra születnék, akkor bizonyára tanulnék valami zenét tisztességesen, mert ugye nem tanultam meg, és ez örökké úgy érzem, hogy, hogy valamit kihagytam az életemből, ami fontos lenne. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és beszélgetett velem. Én is köszönöm még egyszer szépen. az Isten éltesse sokáig, és még további jó szerepeket és sok zenét kívánunk. Nagyon szépen. Köszönöm, köszönöm. szépen köszönöm. a beszélgetést. Önök az ez itt a kérdést látták műsorunkat, visszanézhetik a mediaclick.hu-n, valamint követhetnek minket a Facebookon is. A következő adásunkban folytatjuk a 30 éve kezdődött sorozatunkat, műsorunkban azt vizsgáljuk, hogyan látták a magyar rendszerváltozást külföldön, illetve a keleti blokk más államaiban, hogyan zajlottak a változások. Viszontlátásra!